a menet méltósággal indult el minden helyről, ahonnan elindult. Igaz ez Borsodra, igaz ez a déli megyékre, igaz ez a nyugati megyékre, és minden helyre, ahonnan ez a menet elindult, igaz, hogy méltósággal indult. Úgy is fogunk végigmenni ezen az úton, és amikor megérkezünk a Kossuth térre, ott is méltósággal fogjuk képviselni azt, amiért elindultunk. Hát nem, most már azt tudom mondani, hogy nagyjából 100-an vagyunk, akik itt menetelgetünk egy ideje. Elsőként azt szeretném kérni, hallgassák meg Nyeste Lászlót Mezőkövesdről. Mezőkövesd a vendég szeretett városa. Ugyan ezek a molinók nem ezt hirdetik, de mi ezt hirdetjük. Üdvözlünk mindenkit, aki Mezőkövesdre eljött és képviseli céljainkat Borsod megyéből, Heves megyéből és az ország más részeiből. Mi munkát és kenyeret követelünk, fel akarjuk azokra a problémákra hívni a figyelmet, amelyeket nagyon sokan ma Magyarországon nem akarnak meglátni. Nem akarják meglátni az éhező családok százezreit, nem akarják meglátni a munkanélküliek tömegeit, nem akarják meglátni az láthatatlanok és nyomorgó embereknek a százezreit és millióit. Mi ezért emeljük fel a szavunk, ezért kiáltunk, hogy mindenki meghallja és észrevegyék tőlem balra, tőlem jobbra és mindenhol. Ez a város mindenkié, mindannyiunké. Munkát, kenyeret! A Fidesz kormány sok mindent elvett. Mindenbe beletiport, ami fontos volt. Lázár János szerint mindenki annyit ér, amennyie van. Szerintünk nem. A szabolcsiak, a Hajdú-Bihar megyeiek, miskolciak, ózdiak, heresiek, akik vállalják az utat, többet érnek egymagukba, egyenként, mint a tolvaj kormány. Ne féljetek! A félelem ide lejárt, hiszen a falnál vagytok mindannyian. 4 millió ember él létminimum alatt Magyarországon, minden második magyar állampolgár. 1,5 millió ember él szegénységi küszöb alatt, és 500 000 gyermek éhezik időről időre. Ez olyan, mintha Bárkiskun megye teljes lakossága, a kis falutól a nagyvárosig éhező gyerekekkel lenne tele, tehát ne féljetek! Ne féljetek! Hívunk mindenkit! Hívunk mindenkit a menetekbe! Nem Pest ellen megy vidék Magyarországa! Nem kocsikat menjünk malogatni! Nem kukákat menjünk gyújtogatni! Hanem munkáért, kenyérért és tisztességes bérért megyünk! A bérért! Munkát, kenyérért!